tiptoeing down your spine when everyone's around. Kiss me hard, forget them judging eyes. Who cares about what is to come? No, I don't fear the night. Let's show him what it is to be alive. If nothing is what keeps, can I keep you just for a minute? I don't know what's real, but I really wanna feel you now. Get a little too close, can I stop your heart for a moment? Mozgalmasra sikeredett. Aztán meg is ijedtünk egy kicsit, mert ez a nagy hő azért valamilyen szinten, hiába sportolók vagyunk, azért megvisel minket. Úgyhogy már most, nem is tudom hány fokon, már kivert minket a víz, és még nem mentünk egy gyorsot se, ugye? Ugye van egy-két újítás az autón, szélesebb lett a futómű, úgyhogy ezt is szoknunk kell. Aztán arra is figyelmesek lettünk tegnap, hogy 3 órát itt állt a melegbe az autóként, és úgy felforrósodott a gumi, hogy már etapon elmelegedett. Úgyhogy ez is megijesztett minket egy kicsit, úgyhogy ezzel is kell kalkulálni. Próbáltam Husinak a nagyobb tapasztalata véget érdeklődni, hogy mit tudunk ezzel ebből kihozni, aztán ahogy így kommunikáltunk, beszéltünk. Igen, ugye emlékeim között nincs ilyen verseny, ahol ilyen meleg körülmények lettek volna. Nincsen tapasztalatunk, hogy most mi is most tapasztaljuk, hogy ilyen melegen a gumi az tényleg mikor melegszik, vagy inkább mikor ül. Igen.
a little time. And if it all burns down, well, that's just life. Volt kaland, hát igazából a mai nap nem sikerült egy jót mennem, csak a legutolsó gyorsaságin. 4000-re végigurultunk lendületből, mert rengeteg műszaki problémánk volt. Tegnap tudtam gyorsan menni, tegnap jó volt az autó, ma már nem. Defekttel kezdtük a reggelt, kettővel is, etapon is, gyorsaságin is, úgyhogy teljesen mínusszal indultunk neki a napnak. Igazi keménysége a meleg adott, mert hogy nagyon nagy volt a hőség, és ez a fekete kocsiban többszörösen kijött a fekete tűzálló overallunkban. Igazából magáról a versenyről csak jókat tudok mondani. Előző nap elkövettünk egy apró műszaki hibát, az átbeszélő sajnos beadta a kulcsot, ezért összeszedtünk egy 30 másodperces hátrányt már az első gyorsaságén, lecsúsztunk abszolút 15. helyre. Igazából ez az egész mai nap arról szólt, hogy visszakapaszkodjunk, és ez egészen az abszolút harmadik helyig sikerült, amivel nagyon boldogok vagyunk. Mindenféleképp szeretünk volna a célba érni, ugye ezt meg is tudtuk valósítani. Fokozatosan akartuk a tempónkat felépíteni aszfalton, aszfalton már nagyon régen mentünk az autóval is. Nagyon jó kis autót kaptunk megint a szerviz csapattól, nagyon szépen köszönjük nekik. Folynak az autó fejlesztései, megint egy hátsó stabilizátort fejlesztettek rá a fiúk. Sokkal stabilabb volt, főleg a gyors, pattogós kanyarokba, nem emelte úgy az autó. Most a végére volt egy kis motor problémánk, valamiért nem akart forogni 6500-7000-nél többet a motor. Egyszer elváltotta magam, lehet, hogy emiatt keletkezett valami benne. Mégis az a fontos, hogy itt vagyunk. If I don't even care, 'cause I really stretch your breath.